A kolozsvári üsztűrű számos módon kapcsolódik Vajdasághoz. Nem először járnak nálunk, illetve a Sepsi-Szentgyörgyi Háromszék együttesben hosszabb ideig dolgoztak együtt vajdasági zenészekkel. Topolyára is az összetartozás érzésével jöttek. Most is lúdborozik a hátam, hiszen mi megtapasztaltuk az elnyomást, és nagyon keveset tudtunk egymásról. Az első élmény az volt, hogy elkezdtünk beszélni, és majdnem még a tájszólás is hasonló volt a vajdaságoknak, mint a miénk. A zenekar kalotaszegi mezőségi és küküllőmenti autentikus népzenét játszik, számos olyan részlettel, melyet eredeti forrásból, adatközlőktől, vagy ahogyan Székelyföldön mondják, nótafáktól tanultak. A kutatás során a gyökereket, a népi muzsika, nemzeteket összekapcsoló ősi elemeit keresik. Nagyon fontos, hogy én úgy érzem, hogy annélkül nincsen magyar kultúra, ne ismerjük a környező népeknek a kultúráját, és emiatt ahol találkozunk, ahol találkozási pontok vannak, ugyanúgy megtanuljuk ugyanolyan szeretettel a szomszéd nép muzsikáját, és annál is inkább, sok esetben ők hordozzák tovább a mi arhaikus részeinket, meg van fordítva is. A lényeg az, hogy közösen a táncház mozgalom zenészei ugyanezt képviselik, és ez szerintem az egyik legjobb megoldás arra, hogy egymást megismerjük, és egymás mellett tudjunk békességben, és egymást erősítve élni. Ekkor itt jártam.